amit ő a labdával tudott csinálni, és hogy helyzetbe tudott kerülni, azt csak ő tudta. Nagyon nehéz volt tőle elvenni a labdát, maga alatt vezette, ilyenkor nagyon csak fölrúgták, hogyha tudták, az se nagyon. Az is mutatja, hogy megérdemelte a díjat, hogy a 60-as években soha senki akkora fölénnyel nem nyerte meg a tanárlabda szavazást, mint ő. 28 pont volt a differencia. Nem az égből dobták utána, hogy te most kaptál egy aranylabdát, hanem azért volt mögötte komoly munka. Egy egyéniség volt, egy sztár volt maga nemében, úgy sztár, hogy amit csinált, azt nem az edzők tanították meg. Látszott minden megnyilvánulásán, a mozdulatán, a gesztusain a szerénység. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok ebben mindenképpen példát vetnek. Az ő neve még mindig Európa szinten, de azt mondom, hogy világ szinten még mindig ismerik és elismerik. Egy csapattárs, egy ellenfél, egy Fradi fanatikus, egy futballszakértő és a két gyerek. Az imént mindannyian Albert Flóriánról beszéltek. A császárról, aki éppen 50 éve, hogy átvette az aranylabdáját, ezzel mindmáig az egyetlen olyan magyar labdarúgó, aki kiérdemelte ezt az elismerést. Ennek a jubileumnak és Albert Flórián különleges karrierjének tiszteletére a Ferencvárosi Televízió és a Zöld-Fehér Hírek egy külön kiadással jelentkezik most. Szenteste hívott a hírrel Boskovics Jenő, az MTI újságírója. A feleségem vette fel a készüléket, és Jenő azt kérdezte tőle, Európa legjobb futballistájának a feleségével beszélek? Mire szegény Irénke tényleg kiejtette a kezéből a telefonkagylót. Aztán persze átvettem tőle, és némileg magam is hitetlenkedve hallgattam Jenő barátomat. Albert Flórián szavait hallották az imént. Ő így fogadta a hírt, hogy 1967-ben ő lett Európa legjobb labdarúgója. De vajon mit szólt mindehhez a magyar közvélemény? Mi állt az akkori sajtóban? Hogyan fogadták a hírt a csapattársak, a család és az ellenfelek? Egyáltalán miért érdemelhette meg a császár ezt a kitüntetést? Most ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Nagyon sok mindent mondtak és emlegettek már ezzel a díjjal kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ő megérdemelte ezt a díjat. Én nekem tulajdonképpen, ha rövid választ kellene rá adnom, akkor leginkább azt mondanám, hogy az is mutatja, hogy megérdemelte a díjat, hogy a 60-as években soha senki akkora fölénnyel nem nyerte meg a tanárlabda szavazást, mint 28 pont volt a differencia közt és a második helyzet között. A 60-as években nem volt sem soha. Pedig hát kiváló játékosok kapták meg a díjat, 1960-ban Suárez, 61-ben Szivoli, 62-ben Mazopusz, 63-ban Jasin, 64-ben Denis Lowe, 65-ben Eusebio, 60-ban Bobby Charlton, 67-ben ugye Flóri, 68-ban George Best, 69-ben Rivera. Ezek csak a 60-as éveket mondom, hogy tényleg olyan futballisták kapták meg, akiket ma is a világsztárok között emlegetünk. Talán éppen Mazopusz kivételével, de hát beszéltünk róla, hogy ez a világbajnokságnak volt köszönhető. A 66 novemberében nevezték ki Lakat doktort, bár akkor még nem volt doktor, csak két évvel később szerezte meg a diplomáját, ez a doktori kinevezését. Ő volt az, aki hátra vonta Albert Flóriánt a középcsatár pozícióból egy ilyen támadó középpályás pozícióba, és onnantól kezdve, ugye ez 66 novemberében volt, itt Flóriánt eddig is szárnyalt, de itt abszolút nagyon megtalálta a helyét ezen a pozíción, tehát mérkőzéseket döntötte. Nyilván az aranylabdához vezető út, ugye 65-ben a Ferencváros Vásárvárosok kupáját nyert, Flóri bácsi tevékeny részt vállalt a 60-as évek ferencvárosi aranycsapatában is, rengeteg gólt szerzett, és azt gondolom, hogy tényleg valójában a Ferencváros mint csapat dominált, és abban volt a legerősebb szegmens, ugye a csapat. Tehát ugye ott volt Rákosi Gyula bácsi, ugye a csapat motorja volt, ugye hát Flóri bácsi többször nyilatkozta, hogy Rákosi Gyula bácsi két tüdeje nélkül ez a csapat nem biztos, hogy ide jutott volna, de ki sorolhatnám tényleg mind a 11 labdarúgót, úgyhogy azt gondolom, hogy sok szereplős ez a történet. Nem foglalkoztam, ilyenne, hogy aranylabda, jó lenne, de kimondottan nem csináltunk ügyet belőle. Flóri se. Hát tudtuk azt, hogy kis ország, kis szavazat. Nem gondoltuk azt, hogy azért nagyon sokan szavaznak rá, mint ahogy szavaztak is rá. És ennek az lett az eredmény, hogy végül aztán megkapta. Nagyon örül. Először nehéz volt elhinni, napokig alig tudtuk elhinni, hogy ez tényleg megtörtént ő is. Nagyon örültünk neki, és nekem volt egy kérdésem, hogy megsimogathatom az aranylabdát, amikor megkapta.
Azt mondja, te hülye, te, így mondta. Azt mondja, hát nektek köszönhetem, hogy ide jutottam. Nagyon-nagyon nagy dolog, és ez csak megbecsülni lehet is. Minden érdem az Albert Florian és a csapatnak, és a közönségnek. Az az igazság, hogy nem nagyon hirdették annak idején, vagyis jobban mondva reklámozták ezeket a dolgokat, mert ugye akkor még nekünk más volt itt a helyzet. Nem volt igazán profizmus, ugye? És aztán ugye valamit írtak, meg hallottunk egy-két dolgot, és hogyne, aztán már kezdjük figyelni, nem beszélve, hogy hát itten sok magyar játékos is ott volt a spiccen, ugye, hogy így mondjam, de hát az Albert az egy különleges játékos volt, egy nagyszerű, egy sztár, azt lehet mondani, egy tehetséges, beleszületett adottságokkal, és ugye egyik legnépszerűbb csapatban játszott itt a Ferencvárosban, azt lehet mondani, hogy ferencvárosi nevelés tulajdonképpen, és hát világos, hogy is amiket csinált, az ő játék tudása, hogy mondjam, hát az mindenkit elkápráztatott. Albert Florian is december 24-én tudta meg az átadásnak a tényét. December 26-án jelent meg az a Franszúdon, ami ezt hivatalossá tette, az 1137. száma a Franszúdonnak, amely Albert Floriannal a címlapján jelent meg, és tudósított arra, hogy arról, hogy a császár Európa trónjára ült, ezt persze nem így írták a franciák, de hát most én használtam az ő akkor már régóta meglévő becenevét. A nemzeti sport, tehát akkori népsport tulajdonképpen az MT hírét vette át. Tehát ugyan az első oldalán hozta a hírt, de a szavazás tényén kívül nagyon messzire nem ment. Én megnéztem a Népszabadságot is pusztán csak abból a megfontolásból, hogy a Lukács László a Népszabadság akkori munkatársa szavazott magyar részről, de a Népszabadság is részben az MT hírét vette át, illetőleg megszólaltatott Irovszki Rudolfot, emlékeim szerint a válogatott játékosok közül a Farkas Jánost, és kész. A képes sportban gyakorlatilag egy képriport a következő számban. Nyilván nagyon nehéz azért ezt a díjat most a mára áttenni, de hát nyilván, hogyha ma egy magyar játékos megkapná a díjat, valószínűleg nem állunk ehhez közel, akkor hát minden csatornából ez folyna, és minden újság több oldalas. Maradjunk a Névne Albert interjúval jelenne meg. Nekem az az érzésem, hogy részben az aranylabda presztízse Magyarországon nem volt olyan, mint amilyen később lett. Másrészt én összefüggésbe hoznám a szocialista rendnek a sztárellenes, vagy a sztárokat kevésbé preferáló elképzelésével. Nagyon ügyeltünk arra, hogy ne legyen nálunk sztárkódó. Ezt elmondhatom, hogy nyilván nem volt feltétlen Ferencváros a rendszer kegyeltje. Ugye ebből is adódik, hogy például az aranylabda személyes átvétele ugye nem kint Párizsban történt meg. Ez is egy érdekes adalék, mert hiszen mindenki Párizsban vette át addig az aranylabdát, és Flóri bácsit ugye nem engedték ki. Sőt, ami ilyen érdekesség, hogy ugye következő évben, 68 májusában játszottunk a szovjetekkel egy Európa-bajnoki selejtezőt, amikor is Max Urbini eljött, hogy átadja az aranylabdát Flórinak, de ugye sérülés miatt nem játszott Flóri bácsi ugye a szovjetek ellen, de az érdekesség, hogy előtte egy nappal hagyta el ugye az edzőtábort, és ugye megérkezett Max Urbini egy segítőjével plusz az aranylabdával, és ugye felkeresték a csapatot a rezidencián, a hadiszállásukon, és Flóri bácsit már nem találták ott. És ugye úgy volt, hogy másnap azért este még behívják, de ugye Sós Károly szövetségi kapitánynak nem nyerte a tetszését, hogy ezt az ötletükről letettek, és végül is így döntötték el azt, hogy a mérkőzés követő másnapi banketten ugye a Bundelban fogják átadni a Ferencváros kiválóságának az aranylabdát. Ami ugye ezért be kell látnunk, hogy azért egy elég, bocsánat, így fogalmazok, egy kicsit méltatlan volt, mert hiszen azért Flóri bácsinak képessége és kvalitása alapján, hogy a Párizsba kellett volna átvenni az aranylabdát, mint addig annyi klasszikus labdarúg vannak. Ha eszembe jut 1967, elsőre az ugrik be, hogy akkor december 12-én született kis Flóri, a fiam. Más kérdés, hogy 12 nappal később utolért az aranylabda szavazás végeredményének híre. De Flóri születése volt a legnagyobb ajándék, hiszen a lányom után borzasztóan vártunk már egy fiút.
Az aranylabda maga az nálam azonos a testvéremmel, hiszen a család arra készült, hogy nem sokára meg fog születni december közepén az öcsém, mert ugye az biztos volt. Az aranylabda, az meg jó lehet, hogy akkoriban voltak emberek, akik titkosan reménykedtek abba, hogy hát ha a Betlóriánnak sikerül, mert azért ugye szóba került a neve, nyilván a teljesítmény alapján is benne volt a kosárban, hogy ő lesz, de az aranylabda az kevésbé volt biztos, mint az, hogy december közepén testvérem fog születni, tehát gyakorlatilag a család a karácsony előtt, a karácsony és Mikulás között abban a lázban égett, hogy jön a trónörökös. A labda maga az igazából akkor még számomra gyerekként nem sokat jelentett, az csak évek után meg igazából már kiskamaszként vagy felnőtt fejjel tudtam értékelni, hogy az aranylabda mit jelent és egyáltalán milyen sportteljesítmény lehetett mögötte, amivel az apa ezt kiérdemelte. Az ember nem tudja, amikor gyerek, tehát van egy olyan tárgy, amit apám állandóan pucolgat, és ide rakja, oda rakja, amoda rakja. Akkor álltak be, rakta a járókába, amikor én kicsi voltam, és akkor többiek mondták is egy kicsi cinkkel, hogy neked könnyű volt, nem piros pöttyös labdát kapta a járókába, hanem aranylabdát, és azzal tudtál már akkor focizgatni. Az aranylabda az egy olyan díj, amit minden játékosnak az álma, tehát egy olyan mint az Oscar díj, vagy nem is tudom mit mondani, tehát egy olyan kitüntetés, amivel tényleg elismerik, hogy te vagy a világ legjobb játékosa. De valahogy, ha most azt mondják, hogy aranylabda vagy a gyerekem, én is a gyerekemet választanám. Tehát azért az teljesen más dolog. Nézegetem, többnyire egyedül, néha az unokákkal. Eleinte minden nap ránéztem. Úgy voltam bele, mint a kislányommal közvetlenül a születése után. A gyereknél azt figyeltem, szuszog-e még, labdánál meg azt, hogy megvan-e még. Hogy hatott apukád karrierjére ez az aranylabda szerinted? Hát biztos, hogy jól, de valamilyen tényleg meg negatív, mert 69-re viszont megsérült, és lehet, hogy már pont amiatt, mert tudták, hogy ő aranylabdás, egy nagyon jó futballista, nagyon le kell rá figyelni, és azért régen pont abban az időben elkezdett durvulni a labdarúgás, tehát már követő emberfogások voltak, nagyon közeli őrzőket kaptak a játékosok, de hát most azt mondom, hogy a 67 a 67. Utána volt még egy csodás év, és utána sajnos 69-ben jött ez a sérülés, ahonnan még már nem tudott úgy visszatérni olyan állapotba, mert abban az időben még nem volt olyan a sportorvoslás, hogy egy ilyen keresztszalagszakadás után már esetleg másfél-két hónapon belül pályára lehet lépni, hanem akkor nem mertek hozzányúlni, óriási konzíliumot tartottak, hogy most hú, mi lesz az apu térdével, begipszeljék, megoperálják, stb. És sajnos úgy döntöttek, hogy nem. Hogy inkább nem operálják meg, de viszont ez kihatott a további pályafutására. Szerintem ő egy nagyon közvetlen ember volt, de volt benne azért egy bizonyos távolságtartás is. Tehát akivel ő nem akart, azzal ő nem állt le jópofáskodni, de egyébként azt gondolom, hogy egy nagyon vicces ember volt, akit azért szerettek, mert mindig jókedvű volt, mindenkihez volt valami jó szava. Ez azért a Fradiba is mindig egy nem csak egy legenda volt, ez így volt, hogy őt a portás se tudta megelőzni köszönésbe, ő mindenkivel nagyon közvetlen volt. Én emlékszem arra, hogy ha a metron utaztunk, vagy a buszon, vagy bármikor, és oda jött hozzá vadidegen ember, és köszön neki, hogy szia Flórikám, na mi van, meg beszéljük meg így. Ő soha senkit nem küldött el, hogy nem válaszol, vagy nem köszön vissza. Én gondoltam már néha, hogy úristen, de terhes már ez a pillanat, hogy miért, és ő neki mindig volt türelme, és ő szerintem ezt tök jól viselte. Aki azt mondja rá, szerintem, hogy elszállt tőle, az vagy az ellensége, vagy irigy volt rá. Nagyon szeretett futballozni, és az edzéseken, hát ott nem nagyon szeretett, megmondom őszintén, mert éveken keresztül párban voltunk, és amikor ő már egy kicsit úgy unalmasnak tartott, akkor vagy elfejette fölöttem, vagy elpasszotta mellettem, én mentem utána, hozom vissza, szóval hova sietsz? Hát mondom, gyakoroljuk, azt mondja, gyakorolt te. Szóval ilyen érdekes dolgok voltak, és amikor az edző ránk szólt, akkor
nem azt mondta, hogy hát igen, igen, Dodó bácsi vagy Karcsi bácsi lakott a csalcsa, hanem azt mondta, hogy hát a kicsi nem tudta visszaadni. Szóval ilyen dolgok voltak. Nagyon, én nagyon szerettem, tényleg olyan volt, mintha testvérem lett volna, és egy sokan nem értették meg, mert volt benne ilyen szerb mentalitás, egy kicsit olyan, de aki közet ott hozzá férkőzni, az a nagyon jobban volt. Ori, hogy mondjam, volt neki egy olyan, hogy mondjam, mozgása, mint hogyha úgy kicsit hogy éreztetné, hogy a kérem, Albert, Ori vagyok, de nem, semmi. Nagyon egyszerűen viselkedett játékos társaival, szóval, és ugye a válogatottban te bohim volt, jó hangot volt, jó volt vele lenni, szóval az igazság, hogy nagyszerű barát volt, focista. Én különösen fölnéztem rá, bár csak 2 év különbség van köztünk, de mivel arról részről jöttem én is, ahol ő volt, bár kisgyerek volt még, de hasonló felfogásban is a futball szeretet, meg az benne volt, és a tudás. Igen, sokan mondják, valósággal a szememre vetik, hogy nem profitáltam igazán a labda imázsából, nem éltem vele. Nézzem csak meg Beckenbauert, vagy éppen Platinit mire vitték, mondják. Lehettem volna sokak szerint szövetségi kapitány, a Ferencváros ügyvezető elnöke, vagy éppen MLS vezér is. Valóban lehettem volna, csak mindenki elfelejti, hogy egyik tisztségre sem kértek fel. Magamtól meg mégsem jelentkezhettem, hogy kérem, itt vagyok az aranylabdámmal, tessék engem megválasztani. Az meg, hogy a háttérben szervezkedjem, vagy mások segítségével pajzsra emeltessem magam, nem az én stílusom. Meg kell mondani őszintén, mindig azt hittük, hogy ővel egy nagyon sportvezető lesz, akár elnök, ugye, sőt, mit esetleg labdarúgásban is vezető szerepet elnök lehetett volna. Nem volt neki annyira ambíció, mert látjuk itt, ha nem is kellom messzire menni, ugye a horvátokon a Szuker, ugye az is egy válogatott játékos, ő az elnök, labdarúgó szövetség elnöke Horvátországban. Tehát ugyanilyen a Flori is lett, de nem volt neki ambíciója, de ami nagyon szép viszont, hogy a Flori itt mind megtartotta, talán ilyen tanácsadói körben volt, és azért a véleményét egy ilyen játékosnak meg kell hallgatni, ami mostanában nem nagyon szokás itthon. Ő egy szerény személyiségű ember volt, tehát a pályán egy nagyon erős karakter volt, tehát ott képviselte a Fradit. Igaz, hogy nem mindig volt csapatkapitány, de amikor az ő jelenléte ott volt a csapatnak, az egy óriási megnyugvást adott, de nem csak neki, hanem amiket itt a régi sztorikról hallottam, annak a 70 ezer embernek, akik ő ment a stadionba játszani. De valahogy emiatt, hogy ő állandóan a Rivalda fényben volt, mindig róla írtak, mert ő volt a központi figura az akkori sportéletnek. Ez valahogy befolyásolta utána a későbbiekbe, és ő már nem szeretett volna szerepelni. Még amikor én játszottam, akkor is százszor elmondtam, hogy apu, legyél a Fradinak az arca, szállj le elsőnek a buszról, szállj le elsőnek a repülőről. Hát amikor egyszer-kétszer elkísért minket, és tényleg és elsőnek jött ki, hát a sajtó szétszette. Tehát egyszerűen mi, mint játékosokat kullogtunk, húztuk a bőröndünket, és mindenki édesapámmal akart interjút készíteni, vele akart beszélni, vele akart fotózni. Tehát azért az ő neve még mindig Európa szinten, de azt mondja, világ szinten még mindig ismerik és elismerik. Ha azt mondom, hogy a rendszer hibája, most nem feltétlenül a politikai rendszerre gondolok. Arra gondolok, hogy ennek mondjuk Nyugat-Európában más a tradíciója, más a hagyománya egyszerűen. Tehát ha nézzük az ő riválisait, vagy kortársait, amelyik kifejezést akarjuk, Pellét is mondhatnám, akár gyakorlatilag a futball nagykövete lett, aztán ugye volt brazil sportminiszter is egy ideig, de hát gyakorlatilag a hírnevéből élt aztán a későbbiekben. De Franz Beckenbauernek, aki ugye egy edzői pályafutás és befutott, de Bayern mindig megtalálta azt a módot, hogy tudna tiszteletét is kifejezni. Gerd Müller, amikor bajban volt a Bayern München, mindig a hóna alá nyúlt és segítette Kalle Rummenigge, mindmáig a Bayern München első számú vezetői közé tartozik Uli Hoeness szintén. Eusebio az egyik legeklatánsabb példa, akit a Benfica utazó nagykövetének neveztek ki, és amerre ment a Benfica, bárhol megjelent, Eusebio ott volt, és hát hidd el nekem, hogy amikor leszálltak a gépről, mindenki először Eusebioval foglalkozott, és csak utána az aktuális játékosokkal. Én valahogy ezt hiányoltam a magyar futballban, hogy Albert Floriannak nem... Voltak ugye ilyen tiszteletbeli titulusai, ez más kérdés, de azt hiszem, hogy így kellett volna,
de akár ezt Újpestre vagy a Vasasra is vonatkoztathatnám, tehát ott is megvannak ugyanezek a játékosok. A magyar futball a 60-as években, öreg emberként már sokszor emlegetjük ezt, de akár hogyha az aranylabda szavazásról beszélünk, és egy mondattal visszautalva arra, hogy báratlan volt az ő aranylabdája, vagy sem. Tehát azért gondoljunk abban, hogy az 1966-os aranylabda szavazáson az első 10-ben 3 magyar csatár volt. Tehát egyébként ugye Farkas Sáros és Bene Ferenc volt a másik 2. Úgyhogy az magyar futball tényleg a legszűkebb elitbe tartozik. És tulajdonképpen a másik két által említett csatárra sem tudott időben mit kezdeni aztán később a magyar futball. Mik azok a tulajdonságok, mik azok a faktorok, amiket jó lenne, ha minden mai magyar focista megtanulna tőle? Hát először a mai fiataloknak kellene sokat gyakorolni. Mert nehéz azt mondani, hogy ezt tanulja meg, azt tanulja meg. És én ott látom a hibát, hogy nem úgy készülnek a gyerekek, ahogy ő is készült. Azért, ha visszatekintünk az ő fiatal korára, mi mindenem ment keresztül, a mai fiatalok, hál' Isten, nem mennek ilyenen, hogy vidékről fel kellett jönniük, milyen helyen laktak, Angyalföldön, a szuteli lakásban, ahogy ő viccesen mindig mondta, csap nem is kellett, mert a falról folyt a víz, onnél vettük a vizet, és ettől függetlenül nagyon szeretett futballozni. Ő mindent beáldozott azért, hogy ő edzésre tudjon menni. Nem volt egy kiváló tanuló, a tanulást is inkább háttérbe szorította, hiába a szigorú, volt nagyon a nagyapám vele, de próbálta őt, és azért nagyon örülünk is annak, és ma már azért belátjuk, hogy igen, az ő szigorúsága is kellett ahhoz, hogy idáig eljusson, de azt gondolom, hogy azért a szorgalma, az alázata, az mindenképpen, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy emberileg mindig volt tartása, soha senki nem tudta őt elcsábítani innen, pedig voltak jobbnál jobb ajánlatai, akár külföldre, akár nem. Mindig ide hűséges volt, és szerintem ez is nagyon-nagyon fontos. Hát az, hogy honnan, hova lehet eljutni? Alázattal, hittel, és talán azt mondom, hogy az a szenvedély, ami mostanában nagyon hiányzik a mostani fiataloktól, hogy nem jön teljesen belülről az, aminek kéne jönnie. Idősebb korábban ismertem Flóri bácsit. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon, nem is az, hogy furcsa volt, hanem egy ekkora sztár, egy ekkora legenda, egy ekkora labdarúgó, hogy olyan végtelenül alázatos volt, olyan tisztelettudó, szabad így fogalmaznom. Tehát, hogy látszott minden megnyilvánulásán, a mozdulatain, a gesztusain a szerénység. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok ebben mindenképpen példát vetnek, az alázat. Ez egy jó szó, csak a mai világban ugye nem nagyon van ennek, egyre kevésbé van értéke, azt mondom, pedig ez a leges legfontosabb, hogy ugyanez volt, nemrég volt egy Kubala rendezvényünk, ugyanez van, hogy honnan lehet eljutni, hová, ha az embernek van küzdeni tudása, akarata és a szíve a helyén van, valamint kellő alázattal közelít a labdarúgáshoz, a sporthoz, vagy bármihez az életben, akkor állítatos munkával mindenképpen célba fog jutni. Flóri bácsi példája nagyon jó erre. Egy egyéniség volt, egy sztár volt maga nemében, úgy sztár, hogy amit csinált, azt nem az edzők tanították meg, azt nem lehet megtanulni, az elejét meg, amiket csinált, hogy mondjam, a szervezőkészségét, a kapu előtti improvizáció képességeit, ahogy rúgta a gólokat, kérem. Igen, igen, hát ebből kellene még egy, hát nem egy pár, hanem jó lenne, több lenne, de az is megelégednénk, ha lenne 1-2-3-4 játékos. Nagy tévedés az, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy azok a játékosok, akik mondjuk az 50-es vagy a 60-as évben világklasszisok voltak, azok a mai futballban nem tudnának beilleszkedni. Nem tudnának beilleszkedni azzal a játékkal, amit akkor játszottak. De ugyanazzal az edzésmunkával és ugyanazokkal a feltételekkel nyilván van a ma is a legjobbak közé tartozhatnának. Albertnek az egyik nagysága megítélésem szerint részben abban állt, hogy ő középcsatárként kezdte a pályafutását, de aztán tudott váltani és az előkészítésben is jeleskedett, és egy olyan futballista volt, akit hát nyilván nem véletlenül hívtak meg mondjuk Brazíliába, és mondjuk a Flamengo bármit megadott volna azért, hogy őt leszerződtetesse. Ugyanakkor nyilván egy vezéregyeniség volt a csapatban, akire hallgattak a többiek, és aki örökre beírta nevét a magyar futball történetében.